Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Politika belülről. Havonta jelentkező műsorunkban, amely az Erdélyi Magyar Televízión nézhető, az Erdély FM-en hallgatható, illetve átirata a Transindexen is olvasható, arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi, miért és hogyan történik a politikában. Köszöntöm állandó meghívottunkat, Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét. Köszöntöm én is a televízió nézőit, a rádió hallgatóit és a Transindex olvasóit. Elnök úr, kezdjük talán az ünnepléssel, hiszen ugye nemrég volt október 23, illetve a parlamentben is az elmúlt periódusban elég sok szó esett a magyar nemzeti ünnepekről, ugye, amiből három is van nekünk szerencsénkre. Október 23-a kapcsán nekem mindig az a újságíróként is az a nehézség, hogy hogy lehet újat mondani az ünnepeink kapcsán, hogy lehet újrafogalmazni a régi üzeneteket, hogy lehet megtalálni azt, ami ma is érvényes abból, ami mondjuk néhány évtizeddel vagy néhány évszázaddal ezelőtt történt, és hát gondolom a politikusok esetében, akiknek ugye nyilvánosan ilyenkor beszédeket illik mondani, még nagyobb kihívás lehet ez. Hogyan birkozik meg ön ezzel? Általában a mi ünnepeink, a magyar ünnepek, azok a szabadságharcokhoz kötődnek valamilyen módon, illetve az államalapításhoz augusztus 20-a, de akár március 15-ét nézzük, akár az októberi 1956-os magyar forradalomnak a megünneplését. De mondhatnám azt is, hogy október 6-át, ami nem ünnep, hanem emlékezés azokra, akiket kivégeztek Aradon, a 13 tábornokot Aradon, illetve a miniszterelnököt Budapesten, hisz őt is ugyanazon a napon végezték ki. Ezek mind a szabadságharcokhoz kapcsolódnak, és hogyha azt nézzük, hogy a szabadság egy olyan emberi érték, amelyért a történelem során a népek, nemzetek mindig föllázadtak, akkor is, amikor nem a mostani nemzetfogalom létezett, de a szabadságért harcba szálltak, a szabadságért harcoltak, akkor viszonylag könnyen el lehet jutni mindig a mához, a ma kihívásaihoz, és össze lehet kapcsolni a múltat a jelennel és a jövővel. De az igaz, hogy például a március 15-i beszédeinket, vagy hogyha az októberi beszédeinket megnézzük visszamenőleg sok évre, akkor látszik azokon az ismétlés is, látszik az is, hogy az ember hogyan próbál úgy újat mondani, hogy azért mégiscsak a múltat a jövővel összekapcsolva ne beszéljen butaságokat. Nem egy egyszerű mutatvány, én ezt készséggel elismerem, szoktunk a kollégákkal erről beszélni, főleg azokkal, akiknek megadatott, hogy sok-sok március 15-én, vagy sok októberi megemlékezésen, vagy ünnepen mondjanak beszédet, és azért nem baj, ha az embernek azon kívül, hogy politikus ilyenkor még van egy kis alkotói készsége, íráskészsége, de nem egy egyszerű mutatvány. Jó, most nyilván arról sokat lehet beszélni, hogy miért kell minden egyes ünnepen a politikusoknak beszélniük. Próbáljuk, én magam is, legalábbis magamra gondolva, magamról beszélvén, próbálom úgy alakítani a programomat, hogyha lehet, akkor időnként kimaradjon egy-egy esztendő, hogy csak koszorúzzak, hogy csak ott legyek, hogy én is meghallgassak másokat, nem mindig csak én beszéljek. De akkor is ez egy óriási kihívás. Tetszik vagy nem tetszik? Mert ez egy alkotás, egy beszéd, egy alkotás, és ilyen értelemben nem egyszerű. Könnyedebb felvezető után térjünk át a politikusi vagy politikai témákra, és ugye március 15 most idén politikai téma lett elsősorban, hiszen a parlamentbe be volt terjesztve egy olyan törvénytervezet, amely azt kérte volna, hogy ugye a március 15-e legyen a romániai magyarok nemzeti ünnepeként elismert ünnep Romániában, és hát úgy tűnik, hogy ennek egyelőre semmiféle parlamenti támogatottsága nincs sajnos, ugye a szenátusból vissza is került most a szakbizottságokhoz a tervezet. Egyrészt miért március 15-re esett a választás? Ugye épp az előbb említettem, hogy három nemzeti ünnepünk van. Ezelőtt több mint egy esztendővel, másfél esztendővel, tehát még a múlt parlamenti ciklus idején felmerült az, hogy a március 15-ével kapcsolatosan fogalmazzunk meg egy olyan törvénytervezetet, amely a tatárokhoz, a cigányközösséghez, a romákhoz hasonlóan, mert nekik van már törvénybe iktatott kisebbségi nemzeti ünnepük.
legyen a magyar közösségnek is, és legyen bármelyik másik olyan közösségnek, amely itt él ebben az országban a 18, 17, 18, 19 nemzeti közösség közül. Tehát egy már bejárt utat próbáltunk mi magunk is tovább járni. Illetve hát még a Tokaji minisztersége alatt volt egy kormányhatározat, amely december 18-át, ha jól emlékszem, az összes nemzeti kisebbségnek a napjává teszi, abból lett a napokban törvény, de hát ez még ugyancsak ahhoz köthető, amikor mi kormányon voltunk először a Konstantinescu elnöksége alatt, és Tokaji Gyuri volt a miniszter. Tehát ilyen értelemben ezeknek a kezdeményezéseknek van már egy hagyománya. Március 15-ére azért gondoltunk és azért döntöttünk amellett, mert ez leginkább elfogadott a teljes erdélyi romániai magyarság számára. És nem csak, ugye, mert ezről mondjuk azt, hogy a bárhol élő magyaroknak az ünnepe egy olyan nemes ideánhoz köthető, amelyet a mi megközelítésünkben az én értelmezésem szerint nem kifogásolhatna senki, hisz szabadságról. A francia forradalomnak az eszméiről van szó, amelyek Magyarországon 1848-ban a szabadság kirobbanásához vezettek, szabadság, egyenlőség, testvériség. Olyan dolgok, amelyeket minden nemzet, minden nép kért maga számára és kér maga számára, és hogy ebben az értelemben március 15-ig, amikor a magyar szabadságharc kirobban, akkor még semmiféle etnikai konfliktusokról nem beszélünk. Az később, hogy mi hogyan alakult, és hogy hol csúsztak, vagy nem csúsztak mellé, és hogyan verték le, és ki hova állt, ez egy nagyon bonyolult történet, de maga a szabadságharcnak, a forradalomnak a kirobbanása nem tartalmazott semmiféle etnikai típusú konfliktust. És ezért gondoltuk úgy, hogy ez lehet egy olyan nap, amit a románokkal is racionális érvekkel el lehet fogadtatni. Egyrészt, másrészt pedig olyan régóta ünnepeljük, most régóta 27 esztendeje szabadon, 26 esztendeje szabadon ebben az országban, hogy most már nem okoz, gondoltuk mi, különösebb problémát a román társadalomban az elfogadottsága. Ugyanis évek óta, Konstantinescuéktól kezdődően az államelnökök, miniszterelnökök mindig megfogalmaztak ilyen vagy olyan rövidebb, vagy hosszabb, tartalmasabb, vagy inkább formai üzeneteket a március 15-én, amelyeket felolvastak románul, magyarul, különböző helyszíneken. Ugye, ebből ma már lehetne kiadni egy nagy könyvet, hogy ki mit mondott a román politikusok közül, és utána ahhoz képest, amit mondott, hogyan viselkedett. Tehát, hogy ennek most már az elfogadottsága a román társadalomban úgy gondoltuk, hogy eléggé stabil. Illetve azt mondtuk, hogy a tatárok és a romákhoz hasonlóan fogalmazzuk ezt meg, ami azt jelenti, hogy azon a napon a munkaadók a munkavállalóknak adhatnak, nem kötelező, de adhatnak szabadnapot, illetve önkormányzatok, ahol szerveznek ilyen rendezvényeket, megemlékezéseket, akkor hivatalosan is részesei lehetnek ennek a rendezvénynek. És ezért esett március 15-ére a mi döntésünk. Mondom, ez nem ennek a parlamenti ciklusnak volt a döntése. Ezt a törvénytervezetet már megfogalmaztuk a 2016-os esztendő folyamán valamikor, de a választások közelettével nem nyújtottuk be, mert azt mondtuk, hogy ennek már új sincsen kifutási ideje a tavaly szeptember-októberben, hisz már választási kampányban volt mindenki, a parlament már alig ülésezett, azt mondtuk, hogy akkor megvárjuk a választásokat, és az azt követő időszakban nyújtjuk be. Ezért nyújtottuk be most tavasszal. Nem ősszel, nem valamikor február, március környékén, azt hiszem, hogy pont március 15-e előtti napokban nyújtottuk be, vagy lehet az is, hogy egészen pontosan március 15-én egy ilyen szimbolikus gesztusként, de régebben előkészítettük volna. Most, hogy ehhez hogyan viszonyul ebben a pillanatban a román társadalom, az sok mindenre rávilágít, de különösen arra, hogy ezt az egész március 15-ös történetet nem tudják abból az értelmezési kontextusból kivenni, amelyet a kommunista idők alatt a történelem oktatásba belejük vertek, hogy Avram Iancu 40 ezer románt legyilkoltak a magyarok, meg ilyen butaságokat beszélnek. Nyilván, hogy ilyesmiről szó nincs, a történészek bebizonyították, hogy az a 40 ezer az a ki kapott kárpótlást az osztrák császártól később, nem az, akiket legyilkoltak, meg hát ennek megvannak már
a történelmi szempontból cáfolhatatlan tényei, bizonyítékai, de a románokban benne van a Ceausescu idővel tanított rossz történelem, történelem hamisítás, meg minden, ami ehhez szükséges, és ezt hozták a felszínre most. És arról nem is beszélve, hogy az Unió Erdéllyel a kiáltványból pontot ma hogyan értelmezik, hogyha március 15-e egy ünnep, akkor tulajdonképpen ők, főleg Basescu-nak a hathatós segítségével az az értelmezés került be a közbeszédbe, hogy akkor azzal kimondja Románia, hogy Unió Erdéllyel, és hogy akkor az elfogadhatatlan. Tehát az 1848-as ideákat, a szabadságot, egyenlőséget, testvériséget teljesen lebutították, feláldozták ilyen buta értelmezésekkel, és úgy aktualizálták azt, amit akkor felolvastak a múzeum lépcsőjén, minthogyha ez ma történne, minthogyha ezt ma olvasnák föl valahol, és ezek mai törekvések lennének pontszerűen. Tehát ilyen értelemben félrecsúszott. Próbálunk érvelni, próbáltunk sokféleképpen érvelni, próbáltuk elmondani azt, hogy 1848-ban hol volt Románia, hol volt Erdély, hol volt Magyarország, mi volt. Próbáltuk elhelyezni az akkori kor történelmi politikai kontextusában. Korrektül viszont a racionális érveknek egyre kevesebb helye van. Egy ilyen feltüzelt, felfokozott nacionalista hangulatban szinte azt kell, hogy mondanom, hogy a racionális érvek azok senkire semmiféle hatással nincsenek, mert az érzelmi hangulat sokkal erőteljesebb, elnyom mindenféle észszerűségi követelményének megfelelő vitát. Egyelőre annyit tudtunk elérni, hogy most meghosszabbítottuk a hallgatólagos elfogadási határidőt, mert a Szenátus elsőház, illetve visszaküldték a szakbizottságban. Elhangzott az is, hogy keresünk egy más dátumot, és akkor elfogadják. Hát ez nem így van, hogy akkor kezdünk a történelemkönyvbe keresgélni dátumokat, és amelyik nekik tetszik, akkor azt mi elfogadjuk. Nem vagyok én ma túlságosan optimista, hogy a szenátusban ebben az időszakban ebből pozitív döntés születik, bár a jelentés maga az pozitív. A szakbizottság pozitívan véleményezte. A jelentés, ami a plenáris ülés elé került, az elfogadásról szól. Ez még júniusban készült. De azóta a PSZD és az ALDE is meggondolta magát, hisz mindig, amikor ez napirendre került, vagy szóba került, akkor a liberális párt és Basescu pártja nagyon agresszíven támadták a szociáldemokratákat és az ALDE-t, hogy magyar bérrendszerek, nemzetárulók az ország érdekeit elárulják, elszakítják Erdélyt, és ettől megijedtek, mindig megijednek. Az USZERÉ-ben láttuk azt, hogy van egy nagyobb nyitottság. Ez ebben a pillanatban azt jelenti, hogy az ő ügyvezető elnökük vagy ideiglenes elnökük ez az adás pillanatában már nem így lesz, de amikor beszélgetünk, akkor még Elek Levente az elnök, és ő írt egy levelet a frakcióhoz, a szenátusi frakcióhoz, amiben arra kéri a frakciót, hogy támogassák ezt, mert ebben nincsen semmiféle olyasmi, ami elvetnivaló. A frakciónak egy része úgy értettük, hogy támogatná, de ez azért kevés, illetve elindítottunk egy frakciókkal való egyeztetést. A szenátusi frakcióvezető történész kollégával, még egy másik kollégával, Novák Zoltán Csabával és egy másik szenátor kollégával már voltak az ALDE frakcióban, és a frakció előtt érveltek a múlt héten, és a frakció a beszélgetés után azt mondta, hogy hát ő részükről ezek után, a beszélgetés után nincsen semmiféle kifogás, de hát ők 80 vannak. Következik egy hasonló beszélgetés a PSZD frakcióval is. Próbáljuk megértetni velük, hogy ez miről szól. Utána az USZERÉ-vel is, és a PNL-ével is. A PNL-ével körülbelül 10 nap múlva, 12 nap múlva lesz ez a találkozó a frakciókkal, a szenátusi frakcióval, ahol próbáljuk elmondani, hogy ez a törvénytervezet, ez a románoktól nem veszel semmit, nem bántja a románokat, a románok jövőjét, sem erkölcsi, sem szellemi, sem anyagi értelemben nem rövidíti meg, hogy a március 15-e maga az a nap, amikor kitört a magyar szabadságharc, az nem etnikai konfliktusokról szólt, hasonló érveket próbálunk felhozni, aztán meglátjuk. De azt látni kell, hogy ez át fog jönni a képviselőházba. A képviselőházban
az a döntőház ennél a törvénytervezetnél, az is megtörtént, hogy 2018-ban egy fiókba bennmarad, hogyha úgy látjuk, hogy nem érdemes továbbvinni, és megvárjuk, hogy majd talán egy békésebb, barátságosabb pillanatban a képviselőház erről talán 2018 után beszéljen. Ma valóban nagyon erős nacionalista érzelmi hangulatot kreáltak e körül a törvény körül is. Igen, és hogyha van ez a hangulat, és egy ilyen alapvetően sokkal inkább szimbolikus, mint sem kézzelfogható eredményeket hozó törvény kapcsán is ekkora problémák vannak, akkor mennyire működik egyáltalán az a parlamenti együttműködés, amelyet a Peszede Álde kötött az RMDS-szel annak idején? A parlamenti együttműködésnek az egyik lényeges része az az, hogy nem tartalmaz ilyen konkrét tervezeteket. Ez jó vagy rossz, vitatható. Sem az egyik oldal részéről, sem a másik oldal részéről. Ezért van az, hogy minden egyes kérdésben egyeztetni kell, ha meg tudunk egyezni, akkor támogatjuk azt, amit ők beterjesztenek, és fordítva. Ha meg tudunk egyezni, akkor támogatják azt, amit mi beterjesztünk, hogyha nem, akkor nem. Mivel nekik nincs szükségük a mi szavazatainkra, feltétlenül a kormánynak a többsége megvan nélkülünk is, ezért ez a parlamenti megállapodás egy sokkal lazább keret, mint ami akkor lenne, hogyha nélkülünk nem tudnának többséget alkotni, nem tudnának kormányozni. Na most tulajdonképpen ez egy eszköz, ez egy fogódzó, amiben nap mint nap, hogyha valamit akarunk, vagy ők akarnak valamit, akkor bele lehet fogódzkodni. Meg lehet tölteni tartalommal, vagy teljesen üres maradhat, és akkor sem történik semmi. A március 15-ével kapcsolatosan, úgy általában a kisebbségi nemzeti kérdéssel kapcsolatosan pedig úgy gondolom, hogy nyilván mindenek előtt, aki a többséget adja, ahhoz kell fordulni, de nem kizárólag ez a PSD, ALDE vagy az éppen aktuális parlamenti többségnek a dolga. Mert ez a román társadalomnak a dolga, a román többségnek a dolga, a többségnek a felelőssége az, hogy mi történik a kisebbséggel, a vele együtt élő nemzeti kisebbséggel a mi esetünkben. A magyarokkal. Tehát ezért szólítjuk meg mi az USZIR-ét is, ezért szólítjuk meg a PNL-ét is, ezért próbálkozunk a Baszescu-féle párttal is, nem csak ebben az ügyben. Akkor is, amikor a nyelvhasználati törvényről van szó, akkor is, amikor más ügyekről van szó, mert nem hiszem, hogy ezt valamelyik oldal kisajátíthatja, kormányoldal vagy ellenzék. Azért mondom, hogy kormányoldal és nem baloldal, mert hát a PSD egyre távolabb van attól, hogy baloldalinak nevezhetnénk, és a liberális párt azért már régóta távol van attól, hogy liberálisnak lehessen őket nevezni, tehát az csak ott maradt a nevükben, hogy liberális. Tehát nem sajátíthatja ki egyik vagy másik oldal, és nem is sajátítja ki a nemzeti kérdést. Tehát akkor, amikor március 15-éről beszélünk, én nagyon őszintén és nagyon korrektül azt gondolnám és azt várnám el, hogy mindkét oldal egy ilyen kérdés mellé nyugodtan odaállhat, ha vannak fenntartásaik, azt meg kellene beszélni, de nem hiszem, hogy ezt mindig csak az éppen kormányon lévő oldallal kellene megbeszélni. És ez gyakorlatilag elvezethetne oda, hogy egy adott pillanatban az, amit mi fontosnak tartunk, hogy a kisebbségi kérdést kiemelni a napi politikai többség, kisebbség, ellenzék, kormányoldal háborúból, mert ez egy folyamatos belpolitikai harc, nem csak nálunk, máshol is, eljussunk oda, hogy ezt kiemeljük, a kisebbségi kérdést, a magyar ügyet, de ez nem ma fog megtörténni, tehát azért nincsenek nekem sem illúzióim. Na most az elmúlt időszakban számtalan olyan eset volt, ahol a PSD-ALDE kezdeményezéseit mi nem támogattuk. És a következő időszakban is lesznek olyan kérdések, ahol nem fogjuk támogatni az ő kezdeményezéseiket. Mert úgy gondoljuk, hogy nem használnak az általános érdeket, nem szolgálják, a közjót nem szolgálják. Például a TVA-val, az ÁFA-val kapcsolatos beterjesztésüket nem fogjuk támogatni, mert nem tartjuk jónak, nem tartjuk helyesnek. Voltak más kezdeményezéseik, lesznek a következő időszakban is, és ez függetlenül attól, hogy most van vagy nincsen parlamenti megállapodás, így fog ezután is működni. Ha kérnek támogatást valamihez, megnézzük, hogy a mi szempontjaink szerint a közjót, az általános érdeket, a magyar közösség érdekeit szolgálja vagy nem. Ha szolgálja, akkor megszavazzuk, ha nem szolgálja, akkor nem szavazzuk meg. Tehát így állunk hozzá ebben a pillanatban ehhez a parlamenti együttműködéshez, és meglátjuk a parlamenti ülésszak végén, december végén, hogy hogyan folytatjuk. Én a parlamenti ülésszak alatt ezt nem szívesen vitatnám, tárgyalnám újra.
szeptember elején hoztunk egy döntést, az december végéig érvényes. Persze előállhat egy olyan helyzet menet közben is, amikor az ember azt mondja, hogy eddig volt és nem tovább. De minden héten arról beszélni, hogy akkor fenntartjuk, nem tartjuk fent, széttépjük, nem tépjük szét, fölmondjuk, nem mondjuk föl, ahhoz hasonlítana, mint amit nagyon rosszul 96, 97, 98 táján minden héten vitattunk, hogy bent vagyunk, vagy kint vagyunk, maradunk, vagy megyünk. Ezzel töltöttünk el másfél-két esztendőt az első kormányzási időben. Nem lehet ezt így csinálni. Persze, hozzáteszem, hogy adódhat olyan helyzet, amikor az ember azt mondja, hogy eddig volt, nincs tovább. Úgy tűnik, hogy miközben a román politikában, egyre, romániai politikában egyre nagyobbak a szakadékok a románok és a magyarok között, a közben diplomáciai szinten pedig, mintha egyre közelebb kerülne Magyarország és Románia, legalábbis nyilván a külügyminiszterek erre gyakrabban találkoznak. Mivel magyarázható ez a közeledés? Vagy valós ez a közeledés egyáltalán, vagy csak egyszerűen a véletlen hozza azt, hogy több találkozó van? Jó, hát azért annyi véletlen nincsen, hogy ilyen gyakran találkozzanak a külügyminiszterek. Én azt gondolom, hogy ez a normalitás felé vezető út. Mert azért szomszédos államok, hogyha megnézzük, hogy például Hollandia, Belgium, Franciaország, Németország, Spanyolország, bármelyik szomszédjával milyen gyakran találkoznak a kormányzati szereplők, a politikusok, a vezető politikusok, akkor az a természetes, hogy szinte hetente, két hetente, három hetente találkoznak, és nincsen olyasmi, hogy akkor egy-egy találkozót elő kell készíteni, hogyha dolguk van és nem telefonon akarják megbeszélni, akkor beülnek az autóba, fölülnek a repülőgépre, megbeszélik, visszaülnek a repülőgépbe, és hazamennek, és az egészet egy fél nap alatt letudták. Ez a normális. Közép-Kelet-Európában is ez kellene a normális legyen. Függetlenül attól, hogy kinek egyébként milyen az álláspontja egy-egy globális kérdésben. Egy Európai Uniós kérdésben, az Amerikai Egyesült Államokkal, a migrációval, vagy éppen az oroszokkal, vagy a közel-keleti helyzettel kapcsolatos kérdésekben. Mert a regionális együttműködés az sok politikai-gazdasági érdeket kell, hogy kielégítsen, és ilyen szempontból ezeket az érdekeket, hogyha össze lehet hangolni, akkor azt gondolom, hogy mindenki nyer. Nyernek belőle a románok, a magyarok, csehek, lengyelek, horvátok, szlovénok, osztrákok, mindenki. És én a közép-kelet-európai együttműködéseknek az erősítésében hiszek, annak vagyok a híve, hogy ezeket erősíteni kell, és erősíteni lehet, és az Európai Unión belüli együttműködéseket erősíteni kell, erősíteni lehet. Ennek a térségnek az érdekeit meg kell tudni jeleníteni az Európai Unióban. Amikor lehet, akkor együtt, amikor nem lehet, akkor külön. A három tenger együttműködése is egyébként, amiről nagyon keveset beszélünk, az nem csak egy geopolitikai, biztonságpolitikai kérdés, az egy nagyon komoly gazdaságpolitikai együttműködés lesz, amennyiben a működése kiteljesedik és tartalommal meg fog telni. Ezért én azt gondolom, hogy az lenne a normális, hogy ne csak a külügyminiszterek találkozzanak, hanem a miniszterelnökök, miniszterek, államtitkárok, szakpolitikusok, szakértők, hisz az elmúlt 3-4 esztendőben, 5 esztendőben akár, úgy 2011-12-től errefele annyira megromlott, vagy mérgesedett, vagy megszakadt a kapcsolat, hogy az nem normális. Tehát nem lehet azt természetesnek venni, hogy eddig nem találkoztak, az a természetes, most találkoznak, akkor rácsodálkozunk, hogy mi a fene történt, hogy találkoznak. És én bízom benne, hogy azok a gesztusok, az a nyitás, amit egyik fél is, másik fél is ilyen vagy olyan formában megfogalmazott, az tartós lesz. Nem lesz egyszerű a bizalmat visszaépíteni. Én ezt elismerem. Nem lesz egyszerű az elrontott dolgokat helyre rakni, de ha el sem kezdik, akkor azok tovább romlanak. És én nem hiszem, hogy érdeke lenne a románoknak, vagy érdeke lenne a magyaroknak, rólunk nem is beszélve. Nekünk erdélyi romániai magyaroknak nem az az érdekünk, hogy a két állam folyamatos vitában, feszültségben, ne adja Isten, konfliktusba éljen. Mindig érdekes követni azt, hogy az, ami a politikában történik, hogyan szivárog vissza a társadalom szintjére. És hát itt most elsősorban a magyarokkal szembeni attitűdökre gondolok. Ugye az Elie Wiesel Kutatóközpont minden másik évben azt hiszem megrendel egy olyan kutatást, amely azt vizsgálja, hogy a különböző kisebbségekhez hogyan viszonyulnak a romániaiak. És hát itt azt tapasztalható, hogy 2015-höz képest a magyar kisebbséggel szemben elutasítóbbak a romániaiak.
És főleg ez, ami nagyon furcsa számomra, hogy a bukarestiek esetében mennyire nagy az elutasítottság szintje. Ugye itt egy 1-7-es skálán mérik azt, hogy mennyire fogadná el közelinek az adott kisebbség tagját az a megkérdezett személy. Ugye az 1-es azt jelenti, hogy a családtagjának is elfogadná, a 7-es pedig azt, hogy azt szeretné, hogy az országban se, még csak el se látogasson az országba az adott kisebbség tagja. És a magyarok esetében ugye egy ilyen 5,3-as szinten van ez Bukarestben, ez az elutasítottság. Mivel magyarázható ez? Szociológusoktól kellene megkérdezni a magyarázatoknak a különböző részleteit, hogyha meg tudnák adni, akkor adják meg. Én nem biztos az, amit mondok, az helytálló. De én azt gondolom, hogy az a nagyon aktív bukaresti fiatal, középkorú társadalmi réteg, amely sok tévét néz, Realitátét, Digit, Antenna 3-at, miért nem? Hát Fire nyerte meg a választást, nehogy most valaki ez, hogy a bukaresti választást valahol máshol nyerték meg. Nem, az Bukarestben nyerte meg Gabriela Firea. Ezeket a televíziókat nézik. Ezekből most már jó ideje a magyar ellenesség, a magyarok iránti antipátia ömlik, folyik. Hát ugye, én azzal nem mondok semmi olyat, hogyha valaki a Realitát nézi esténként, vagy egyik másik televíziót, akkor abból mit lát. Tehát őket ez befolyásolja. Én egyébként a télen, amikor voltak a nagy bukaresti tüntetések, már akkor mondtam, hogy ennek van egy másik fajta olvasata is, mert amikor bement a Digi a tömegbe és megkérdezte, hogy maguk miért jöttek ide, akkor voltak, akik azt mondták azért, hogy a magyarok ne befolyásolják a döntéseket. És oda kik mentek kitüntetni? A legaktívabb rétege a bukaresti társadalomnak. Tehát a manipuláció őket sokkal hamarabb eléri, nem élnek együtt a magyarokkal, mint mondjuk itt Erdélyben, és talán ez az egyik magyarázata, de nem biztos, hogy az egyetlen magyarázata. Csak hogy ennek már a jelei jó ideje látszanak, érezzük mondjuk. Időnként természetesen megkapjuk ezért a pofot a magyar közösségünk részéről, hogy igen, mert azért mondják, mert hogy egyébre valami hátsó szándékuk van azzal, amit mondanak, de végül is nem az a kérdés, hogy akkor igazunk volt-e, hanem hogyha később látjuk, hogy ilyen problémák vannak, akkor találjunk rá, keressünk rá megoldásokat. A másik, amivel nem szembesül minden nap a polgár, az az, hogy mi a parlamentben ezt látjuk, hogy például a parlamentben az erdélyi románok azok, akik az erdélyi román képviselők, vagy nagy többsége. Mindegy, hogy liberálisok, mindegy, hogy szociáldemokraták, mindegy, hogy honnan jönnek, akik a legkevésbé akarják elfogadni azt, hogy például a március 15-ével kapcsolatosan lehet hozni egy jó döntést. A délieket ez különösebben nem érdekli. Ővelük hamarabb ebben az ügyben szót lehet érteni, vagy a nyelvhasználat ügyében, mert ott ez nem fog felmerülni. Őnáluk ezt nem kell alkalmazni, abban az értelemben, hogy ott nem fog senki magyarul beszélni az önkormányzatban, mondjuk Alexandrián. Március 15-ét se fogják megünnepelni Alexandrián, valószínű az ott élő magyarok. És az erdélyi képviselők azok, akik folyamatosan a pártvezetést bombázzák, hogy nem, nem, nem és nem. Ezzel az elmúlt hetekben nagyon gyakran, vagy az elmúlt hónapokban nagyon gyakran találkoztunk, és próbáljuk meggyőzni őket, a besztercejeket, a hunyadiakat, a brassóiakat, a fehérmegyeieket, helyenként a kolozsmegyeieket, Marosról nem is beszélve, hogy urak, hölgyek, évek óta együtt ünnepeljük, eljöztök, koszorúztok, beszédet mondtok, március 15-én felolvassátok a miniszterelnöknek, az államelnöknek az üzenetét, akkor most miről van szó, akkor most mi történt? Tehát van egy ilyen típusú probléma is, amivel szembesülünk, de ott van az Elie Wiesel kutatása, ami egyébként engem is elgondolkodtatott, illetve hát annak még van egy csomó más olyan eleme, amiről a következő időszakban politikusoknak, társadalomkutatóknak, politológusoknak érdemes lenne alaposabb beszélgetéseket, elemzéseket végezni, mert azt mutatja, hogy a román társadalom többnyire azokat a kisebbségeket fogadja el, amelyek létszámban nagyon-nagyon lecsökkentek, azokkal kapcsolatosan a bizalom nagyobb, vagy az ellenszem kisebb. Azokat, mint a mi esetünkben, akik nagyobbak vagyunk, befolyásunk érezhető, jelen vagyunk, vagy a romákat nem fogadja el, romákat másokból, és
azokat nem fogadja el, akikkel nem találkozott soha, de hallotta, hogy esetleg bánthatják a román embert. Na most ezekre koherens magyarázatot adni és orvoslást találni, azt gondolom, hogy nem egy egyszerű mutatvány. De mit lehet tenni, vagy hogy lehet ezt megváltoztatni, vagy hogy egy politikai pártnak van-e lehetősége arra egyáltalán, hogy a társadalomban ilyen típusú változásokat elő tudjon idézni? Hát egymagában nincs. Tehát azért azt mondani, hogy a politikusok mindenhatóak, és hogy csak azon múlik, hogy ők akarják vagy nem akarják megváltoztatni, szerintem hiba. Nincs, egymagában nincs. De az, hogy a politikusok, a mi esetünkben az RMDSZ politikusai, önkormányzati képviselői, parlamenti képviselői próbálnak mindig, és próbálniuk kell mindig a párbeszédet újrakezdeni, próbálniuk kell érvelni, próbálniuk kell a bizalmi szintet nem országosan, általában egyből növelni, hanem helyenként, pontszerűen, különböző társadalmi rétegekkel találkozván, és ebben jó lenne, ha szerepet vállalna az értelmiség is minél nagyobb szeretet. Nem úgy, hogy a politikai vitákban részt vegyenek, hanem úgy, hogy írjanak románul, vitázzanak románul. Ne csak a politikusoktól várják el, hogy ezt a munkát, ezt a feladatot elvégezzék, de ez a román oldalról is ugyanígy igaz. Én ugye mostában nagyon sokszor mondtam azt, de régóta gondolom, régóta mondom, hogy talán ma sokkal célra vezetőbb lenne az erdélyi románokkal intenzívebben párbeszédet folytatni. Ez nem azt jelenti, hogy a bukarestiekkel nem kell, hogy a déliekkel nem kell, hogy a moldvaiakkal nem kell, kell. De talán most a centenárium közelettével ebben az időszakban az erdélyi románokkal, akik nyitottabbak, mert nem mindenki az, mégiscsak intenzívebbé kellene tenni a társadalmi párbeszédet minden szinten. Ez nem a politikusoknak a sajátossága. A politikusok parlamentben beszédeikkel, törvényekkel, azzal a kis befolyással, amivel rendelkeznek, mert ma már a politikusoknak nem olyan a befolyása, mint a 90-es években, javíthatnak vagy ronthatnak. Sajnos az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy a felkorbácsolt, feltüzelt nacionalizmussal inkább rontanak. Azzal, hogy minden nap, minden tévéadásban azt a látszatot keltik, hogy a magyarok el akarják szakítani Erdélyt, hogy a magyarok rosszat akarnak a románoknak, hogy a magyarok mindig csak bajt okoznak, hogy a magyarok a biztonságát veszélyeztetik a román társadalomnak, azzal nem segítik a közeledést. És amikor ebbe akadémiai szinten is bekapcsolódnak román emberek, az hihetetlenül problematikus. Lehet az RMDSZ-t vádolni, hogy elrontotta, vagy elrontja, vagy nem teszi helyére, vagy nem javítja, de én nem hiszem, hogy az elmúlt időszakban mi lettünk volna azok, akik a magyar ellenességet szítottuk. Voltak olyan kijelentéseink, amelyek a románoknak nem tetszettek, de azokat soha nem a sértés szándékával mondtuk. Hát igen, meg nyilván a tévéképernyőjén keresztül követve valóban úgy tűnhet, hogy folyamatos konfliktus helyzet van a magyarok és a románok között, ugye a parlamentben legalábbis ez látszik, hogy ilyen egymásnak feszülés történik, vagy zajlik folyamatosan. Megkérdeznek engem a tévések, például a parlamenti folyosón, 15-20 percet kérdezgetnek mindenről. Én nagyon türelmesen, nagyon őszintén elmondom, mi a véleményünk gazdaságpolitikai kérdésekről, a gáztőzsdéről, a mindenféle egyéb ügyekről. Semmit utána be nem játszanak, csak azt az egyetlen egy dolgot, hogy nem szavazzuk meg a tévéját, és hogy akkor most összevesztünk a PSD-ALDE-val. Holott ez nem erről szól. Tehát egy 15 perces beszélgetésből azt a 30 másodpercet bejátszani csak, engem semmi másról nem győz meg, csak arról, hogy van egy nagyon erős manipulatív szándék. Feszültséget és feszültséget és feszültséget. Igen, hát ez a bukaresti televízióknak a logikája, ugye, hogy a nézettség érdekében akkor megpróbálnak minél több feszültséget és konfliktust bevinni. Utolsó témaként egy egészen más dologról beszélünk, még pedig Nagy Zsoltról, aki ugye most már szabad, és kíváncsi vagyok azt, hogy egyrészt mit jelent ez az RMDSZ számára, illetve hogy volt-e arról egyeztetés, vagy valamilyen elképzelés van-e arról, hogy mit hoz Nagy Zsolt számára a politikai jövő? Nézze, Nagy Zsolttal kapcsolatosan én
sok olyan nem tudok mondani, mert ugyanazt gondolom ma is, mint évekkel ezelőtt az ő ügyéről. Azt gondolom, hogy egy olyan ítéletet hozni, amiben a peranyagnak több mint felét titkosították, és a bírón kívül, és az ügyészen kívül nem látta senki, sem a vádlott, sem az ügyvédje, az alapvetően problematikus. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ügy megérett rég arra, hogy Strasbourgba kerüljön, és remélem, hogy a jogorvoslás meg fog történni. De nyilván ez az a 2 év, 8 hónapot, 9 hónapot, amit Zsolt leült a börtönbüntetéséből, nem fogja visszaadni neki. Én gyakran találkoztam vele, meglátogattam többször az alatt, az idő alatt, amikor bent volt a Rahovai, majd a Zsilávai börtönbe. Más kollégák is, beszélgettünk, tartottuk a kapcsolatot. Találkoztunk azóta is, amióta szabadlábra helyezték. Arról neki kell beszélnie, hogy hogyan képzelje el a jövőjét, életét, nyilván nem egyszerű. Mi meg azt gondoljuk, hogy az ő tudása, az ő munkája az RMDS-ben sok éves, hisz 90-es évek elejétől egészen 2000-es évek, 2010-ig, 11-ig, 12-ig az RMDS-ben is dolgozott. Azt a tudást, azt a tapasztalatot, amennyiben használni akarja a szervezet és a közösség érdekében, arra lehetősége biztos, hogy lesz. Én örülök, hogy feltételesen szabadlábra helyezték most nemrégiben, és bízom benne, hogy megtalálja a helyét, a visszailleszkedést, mert erről ő, ha akar, beszél, ha nem akar, nem beszél. Nem egy egyszerű történet, én ezt látom, mert én sokat és gyakran beszélgettem és beszélgetek vele. Elnök úr, köszönöm szépen, ennyi fért a mai műsorunkba, a jövő hónapi viszonthallásra, viszontlátásra, viszontolvasásra.